Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzetsportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délbét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeget már tudjátok. Iratkozzatok fel csatornámra, kapcsoljatok kis csengőt, kis harangot, hogy nem adjatok le semmifele feltöltésről. Gyerekek, újabb nap és újabb péntekhez érkeztünk, és végre elérkeztünk, amit már annyira vártatok, a ti estetek, én reagálok videóhoz. Az utóbbi időben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyengén gyűltek a videók, úgyhogy szerintem már több mint két hónapja szedem össze csipetenként az eséseket. Végre összejött talán 30 darab esés, úgyhogy ezt így össze is vágtam. Úgyhogy fogok reagálni a ti eséseitekre. Továbbra is küldhetitek a ti estetek, én reagálok videóhoz a ti eséseiteket ide az Instagramomra. Fontos, kérlek szépen, hogy linket küldjél, hogy tudjam leszedni. Többé valószínű, hogy most egy darabig ez fel lesz függesztve, vagyis hát úgymond lehet nekem küldeni az eséseket, de hát így is erre a videóra alig gyűlt össze az esések száma. Gondolom, hogy ti is kifogytatok az esésekből, úgyhogy most lesz egy pici szünet. Addig hagyom, hogy essetek, aztán mikor essetek, akkor továbbra is küldjétek el nekem Instára a ti eséseitek, és akkor majd jövőbe fogok reagálni ezekre. De hát ti folyamatosan küldhetitek nekem az eséseket, de amilyen ütembe gyűlt most az utolsó videóra az esés, így nem hinném, hogy a közeljövőbe hamar lenne még elég esés egy újabb részhez. Gyerekek! Nem bírom hangsúlyozni, meglátjátok most itt a videóban is, tehetek sisakot. Én tényleg nem értem meg, hogy mi van a fejében annak az embernek, aki kimegy a mezőre, a rétre, vagy nem tudom, az erdőbe, ugratni, meg 40-50-nel ereszkedni a fák között, és abszolút nincs bevédőzve. De hát úgy, ahogy van, lakcipőbe, farmernadrágba, jó, hogy nem strandpapucsba mentek ki az erdőre ugratni, és akkor, mikor elestek, akkor meg gondolkoztok, hogy miért fáj annyira, és abba kéne hagyni a bringázást. Úgyhogy gyerekek, tehetek sisakot, nem bírom hangsúlyozni, az volt a lényege a parapéteknek, hogy felhívjam a figyelmét a fiataloknak, a sisaknak a fontosságára. Tehetek sisakot, nem azt mondom, hogy nem tudom, betont öntsetek magatok köré, de tehetek sisakot, mert tényleg higgyétek el nekem, hogy nagyon fontos. És nem attól leszel te profi, hogy nem használ sisakot, sőt, attól leszel egy full mega idióta, hogy kimész az erdőre ugratni sisak nélkül. Na de, nem is szaporítom tovább a szót, maszkok, sapkák, sírmi sapkák továbbra is elérhetőek, ugyancsak itt az Instagramomon írjatok, akit érdekel, de csak komoly érdeklődőt, mert ha nem, jön a box. Illetve mindenféleképpen kövessetek be az Instagramon, mert ott fogok szólni, hogy mikor lesz még live YouTube-on, vagy esetleg mikor leszek fent chat alternatívon, mert rengetegen szeretnétek velem beszélgetni, de mikor mégis kiteszek egy sztorit, hogy fent vagyok, nem jön fel a kutya se. Mondjuk igaz, utoljára ki volt esve a Facebook, meg az Instagram világszerte. Na de nem fosom tovább a szót, nézzük is! Megy majd a parapéntek. Egy profi versenyző, farmer nadrág, sisak nélkül. Mondjuk ez lehet, hogy egy picit meg volt játszódva, nem tudtam eldönteni, hogy tényleg ennyire süket a csávó. Jó. Ezt lehet, hogy ki is hagyhattam volna. Megígérem, lesznek ennél durvábbak. Ez levegő nélkül maradt, tutti! Így hűrögött, az biztos. Ez beteg. Ez beteg. Beteg volt. És a sírmi sapka. Hula!
Szerintem a tökélet egy picit összetörte. Ne fékezz! Igazi profik itt is a csáóka. Ne fékezz, azaz, ne. Bazd meg, azt a kurva. Aucs! El fogol esni. Azért, hogyha jól láttam, egész jól lefájálta a földet. Kéz nélkül, fog nélkül. Na, jó kádva, az megmaradt. Le akart szállni a levegőben, nem jött össze. Bazd meg. Ez meg magyarótörés. Jó, magyarótörés. Kamikaze pilóta. Bazd meg. Lemaradt a bringáról. És képzeljétek el, hogy hával a sungol neki megy egy fának, mi lesz. Meghal. Ouch. És mekkora szerencse volt, hogy a következő nem ment keresztül a nyakán. Aha, kivették a kerekét. Ezt így kell, sisak nélkül. Bazdmeg. Ilyenkor hátrafele kell öcsémre lépni, így. Így simán kifutott a csávon, nem ott reflexem. Egy kis motorozás. És kifarolt arról a gép. Bazd meg. Aucs. Hát valami sok csillapítás alatt Elló bárja nem volt, szerintem azért dobta ide. Azt a kurva! Azt a kurva, én is azt mondom. Aucs. Sajnos itt túl föld felé néz a kamera. Nem igazán láttuk, hogy mi történik. De gondolom, hogy megcsúszott. Ezek a kedvenceim. Falun a szántóföld mellett, sisak nélkül, lakcipőbe, farmer nadrág. De só! Az, hogy felretette. Ouch. Ez megint ilyen levegő gyanús. Sorba állnak levegőért a fiúk, mikor hátrásér, úgy át tud menni a levegő, hogy ilyen. Bazd meg. Jó, ezt még egyszer beláttam. Ez lájtos volt. Profizás én. De hülye volt. Ez mi volt? Ez is megint bekerült. Befékezz! Ilyenkor azt történik, hogy a csávó elküldi, csak úgy bebassza nekem Instába, aztán írok neki, hogy de valahogy el kéne küldjed nekem jó minőségbe, de azért én lementem, hogy legyen meg, és akkor elküldje nekem még egyszer linkbe, és akkor így van, ami bekeveredik kétszer. Megvagy? A taknya nyár összekeveredett a csávónak. Írták, ezt most kaptam ma reggel, és írták, hogy csuklótöréssel végződött a történet. El is hiszem, bazd meg, ouch, ez fáj. Na ezt figyeljétek. Itt fölkeltem volna. Hát nem igaz, komolyan, tényleg nem igaz, bazd meg, itt fölkeltem volna, azt úgy rúgtam volna a szájba, az apját, bazd meg. Direkt szóltál kurva anyádnak, kilökted a másik elé a saját kölykedett a balfasz. Jól van, adnék én neked, jól van. Mit szóltál, te buzi? Nézzek, belőki, bazd meg.
Oda néz, látja, hogy jön és belöki a saját meg. Mit szóltál, hülye idióta? Csú, de... Ezt azért is hagytam, lássátok többször, bazd meg. Belöki, bazd meg, a saját kölykét belöki. Tolja a rohadt kölykét babakocsival. Au, elemlékeztem, azt hagytam legutoljára, ez nagyon durva volt. Au. Hú, de fölháborodtam, gyerekek. A bicikli úton a retkes kölykét tolja babakocsival, bazd meg. És így visszanéz, és látja, hogy jön egy bringás, és fogja a másik nyomoronc kölykét, és belöki a bringás elé, bazd meg. És még ő van fölháborodva, hogy hát ő direkt szólt, hát bazd meg. Hát ott keltem volna föl, rugódtam volna fel a szemüvegét, a seggibe, bazd meg. Na de gyerekek, ennyi lett volna már ez a parapéntek, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, tudjátok a dolgotokat, nyomjatok egy nagy lájkot, iratkozzatok fel csatornámra, kapcsoljatok kis csengőt, kis hangot, hogy nem hagyjatok le semmiféle feltöltésről, illetve tényleg hagyjatok egy lájkot, egy kommentet, vagy hogyha ízléstelenek vagytok, akkor egy diszlájkot, nekem mindegy, de legyen egy kicsi mozgás a videó alatt, meg kérlek szépen, illetve maszkok, sapkák, sírmi sapkák továbbra is elérhetőek, ide írjatok az Instagramomra, illetve továbbra is küldhetitek ide az Instára a ti estetek, én reagálok videóhoz, a ti eséseitek, bár amennyi idő alatt jött össze erre a videóra a megfelelő mennyiségű esés, valószínű, hogy ez nem mostanában lesz a következő esése, de péntekenként továbbra is folytatjuk a parapéntek sorozatot, remélem, hogy van rá igény. Mai napi komment az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Miii?